Március 22-e a vízvilágnapja. Ebből az alkalomból különféle programokat szerveztek a Vadasparkban, míg a péntek az óvodás és iskolás csoportoké, addig a vasárnap a családoké volt. Ez a szezonnyitó programja a Vadasparknak, ezzel köszöntjük a tavaszt. Általában olyan feladatokkal várjuk a látogatókat, amik kicsit interaktívabb, játékosabb jelleggel, de bemutatják a víz körforgásától kezdve a környezetszennyezésnek az ártalmait. A látogatók megnézhették az év két éltőjét, a foltos szalamandrát. A sárga-fekete színben pompázó állatot Erdélyben csak esőhozó kígyóként emlegetik. A védett állatból egyre kevesebb van. Ebben a friss vízű források, patakok számának fogyatkozása is szerepet játszik, a vizek védelme ezért is fontos. Azért a fontos az egészségünknek, meg ha például, ahogy mondta a néni, ha megyünk egy túrára, fontát is vihetünk, de a legfontosabb a víz. A kicsik mikroszkóp alatt leshették meg a hazai vízi élőlényeket, nagyítóval pedig a szúnyoglárvákat vették szemügyre ebben az akváriumban. A nap során a víztakarékos életmódhoz adtak tanácsokat, de sokan etették és simogatták a nemrégiben született kecskegidákat is.